És a térképen mi az? Mit? Ki se tudok zoomolni, a térképből látjátok, hogy ott van egy piros valami a fény a térképemen. Hát sziasztok srácok, én Sajt32 vagyok és köszöntelek titeket ebben a mai videóban. Visszatértem egy újabb GTA 5-ös videóban, amiben nem más fogunk csinálni, mint egy elhagyatott bányát fogunk megvizsgálni, hogy mi történik vajon ott. Tehát mint látjátok rajtam, nem úgy vagyok felöltözve és a felszerelésem se annyira király az, hogy mi elmenjünk egy elhagyatott bányába, ezért úgy gondoltam, hogy gyorsan beszállok az autómba és elmegyek egy pár fegyvert vásárolni, plusz kicserélem a ruhámat, úgymond ilyen kis túrázósra. Első kis ugrassunk ki, ha ezt túléljük, akkor remélem, hogy a bánya se fog nagyon-nagyon nehézséget okozni, bár elméletileg srácok, abban a bányában most menni fogunk, hát ha minden igaz, akkor reméljük nem fogunk szellemmel meg semmivel se találkozni, de van valami rejtély, amit ma mi ki fogunk deríteni, és reméljük azt, hogy túléljük és egyben egészben frissen végzünk. Van egy nagyon kicsike kis problémám, srácok, az, hogy körülbelül szerintem már olyan este 7 óra lehet, ami óriási nagy probléma, valljuk be, hiszen hát sötétbe fogunk éjszaka odaérni a titkos bányához, amíg szerintem rátesz még egy lapáttal, hát kíváncsi vagyok, hogy mi lesz ebből. Haló, haló, megjöttem, valami túraruhát szeretnék... Na hát így szerintem tökéletes lesz, ezt a sisakot muszáj azt, hogy rajtam hagyja, hiszen tudja az a szörnyszerűség is, hogy ki a főnök a bányában, és hát így remélem azt, hogy meg fog ijedni tőlünk. Jöjjön a következő célpontunk, egy kis fegyver bevásárlást a kalandra. Jó, jó, meg is indultam, meg is indultunk. Srácok, az autón készen, próbálom nem összetörni, hiszen ezzel akarjuk megközelíteni a bányát. Most jó pénzt el fogunk szórni, hiszen azért fegyverekre szükség van, plusz egy gránátot is minimum venni kell, hiszen egy speckó módja van a bejutásban, hiszen annyira rejtett ez az egész, de mindjárt ott is vagyunk. Úgy bizony, itt valamire van szükségünk, flashlightot kell venni, a fegyverünkre 2000-be kerül, szóval mindegy, de ez most csak 27000-be kerül, hát elnézést, de most erre nincsen szükségem. Sniperünk az megvan, ugye a fényre volt a legnagyobb szükségünk, ezen kívül szerintem már csak egy pár darab gránátot kell valahol beszereznem, itt és akkor, hát szerintem ez lesz az grenade, jó, vettem most egy csomót, vettem 10 darabot, és szerintem készen állunk. Na hát ezzel a fegyverrel most már látni fogjuk a dolgokat, teljesen be tudjuk majd világítani, és szerintem készen is állunk, az a baj, hogy beesteredett, szóval nagyon-nagyon iparkodnunk kell. Hát el is indultam, 1,6 mérföld választ el minket, megnézzük hány óra van, 21 óra, az majdnem fél 10 van, induljunk szerintem. Na és hát srácok, nagyon nehezen, de megtaláltam, hiszen elképesztően el van rejt, hogy a ti is ide el szeretnétek jönni, itt találtok pontosan ebben a pontban. Itt, amikor jöttem az utcán, azt hittem, hogy itt még semmi nincsen, azt hittem, hogy itt kéne lennie valahol. Aztán hát tovább jöttünk, és itt van ez a kis barlangunk, amit így első ránézésre azt hittétek azt, hogy ide, hát sajtod, tudja, hogy nem lehet bejönni, nem tudom mit képzelsz. Meg fogok úgy odállni, át pont, hogy kikapcsolódott a fényszoró autómon, de mindegy. Látjátok, hogy ez egy bánya, és nagyon-nagyon félelmetes. Le van, látjátok, zárva a közönség elől, de azért megpróbálunk benézni elsőnek, és ide fogunk mindjárt bejönni, csak megpróbálok valahogy sniperre benézni a lyukon azt, hogy bemerjünk-e menni, vagy nem. Hát, olyan dolgok vannak, hogy nem olyan szívesen megy be az ember, de mi ki fogjuk próbálni. Feljebb vettem én is a hangerőt, hogy a véletlen hangokat is hallanánk. Azt mondom nektek, hogy váltsunk is egy gyorsan a bombánkra, hiszen ezt az ajtót titokba ki kell robbantani, úgyhogy ne hallja meg senki se. Hát az automatodra beletettem, hogyha véletlen menekülnünk kéne, és hát ki is robbantom. Jaj,
De megijedtem, ez kicsikét nagyobbat robbant, mint gondoltam. Látjátok, hogy ez a kezdete az egésznek, és nagyon-nagyon sötét van benne, nem tudom azt, hogy mit kell ezt hozzászólnotok, srácok. Meg is nyomom az E betűt, és így fogunk végighaladni. Nagyon-nagyon hangosra vettem, most se fogok folyton beszélni, srácok. Nem tudom, hogy halljátok-e, kezdődik, amitől féltem. Nézzek meg a telefonon, 1 óra van. 1 óra van, és egy ilyen rejtett bányaszerűségben járunk. Fogalmam sincs az, hogy mi fog itt történni. Elméletileg itt, nem tudom, még inkább nem mondok erről semmit, srácok. Ez nagyon félelmetes, haladjunk tovább. Az égvilágon semmi nem történik eddig nagy szerencsékre, eddig egy kis patkány hangot hallottam maximum, és jajajaj, itt kettő felé ágazik a bánya. Hát nem tudom azt, hogy merre menjünk, szerintem a jobb az mindig jobb, hát ha erre nem találunk meg semmit, majd azért szerintem benézünk arra is. Haladjunk tovább szerintem ebben az egyenesben. Én nagyon félek, srácok, bevallom őszintén, most egy kicsikét futottam. Nagyon durva, ez ténylegesen egy bánya, ami így full el van hagyatva szerintem. Ide senki nem járt már itt szerintem nagyon-nagyon régóta. Ha nem hoztuk volna ezt a fényt, akkor az égvilágon semmit nem veszünk észre, valljuk be őszintén. Még jó, hogy volt annyi eszem azt, hogy hoztam magamba egy kis lámpát. Hát ez durva. Óriási szerencsénkre itt vége van ennek a szakasznak, srácok. Én nem akarok most ilyen dolgokat mondani nektek, de az interneten találtam képeket, hogy ebben a bányában egy ilyen ügynöknek a holttestét megtalálták, plusz láttam másfajta képeket, még annál is durvábbakat. Mi csak reménykedjük, hogy nem fogunk találkozni azzal a holttesttel, vagy az elkövetővel. Jaj, de megijedtem. Simon, ne most kérje tőlem járműveket. Éppen nem vagyok olyan helyzetben, szóval csak reménykedjük, hogy nem találjuk meg. Folyamatosan szélhangokat hallok, srácok, és fogalmam sincsen, hogy. Itt vagyok lent egy bányába. Gondolom, most ti is halljátok. Egy bányába vagyunk lent a mélybe, itt hogy a fenével lehet szélhang? Most visszahaladunk egy kicsikét, a másik irányt is megpróbáljuk felfedezni, és reménykedjünk azt, hogy a kijáratnál se fog semmi ránk várni, hiszen néhol például itt miért van fény, miért van néhány helyen, ezt mondjátok el nekem, hogy például itt miért van világosabb, amikor semmi sincsen, mint itt. Meg ott is egy pontban ezek a lámpák teljesen már ki vannak égve, látjátok, nem világítanak. Miért van ez? Na itt a másik elágazás, a jobb oldalit azt ugye sikerült megvizsgálnunk, most befutok a bal oldaliba, és hát reménykedjük, hogy itt se találkozunk semmi hátborzongatóval, hiszen eddig ez alapjában félelmetes ez a bánya. Kipróbálom, hogy lövök egyet. Úristen. Úristen, hallottátok? És most már nem. Az, amikor az elsőt lőttem... Na jó, ez mi volt? Na jó, szerintem ezt ti is hallottátok az előbb. Ez komolyan minek a hangja volt? Volt egy kis ilyen nyöszörgés, és utána mintha a bányából jött volna valami hang. Ez durva, kipróbálom megint. Most nem. Itt nem, annál az előző lövésnél ez volt. Úristen, itt is ketté megy a bánya szakasz, de szerencsére, hát ezt szerintem már nem lehet berombolni sehogy se. Ez az utolsó kiút, hogyha erre szeretnénk menni. Én nagyon kíváncsi, hogy mi volt azon, kipróbálom most is. Most se, az előbb egyszer mi volt az? Ezt például hallottátok? Ez a kis nyöszörgés megint, mi lehet ez? Ezt srácok, kommentbe írjátok meg, légy szíves. De én azt teszem most, hogy minden áron ki akarok szabadulni, és a térképen mi az? Mit?
ki se tudok zoomolni, a térképből látjátok, hogy ott van egy piros valami a fény a térképemen. Sosem eltűnt. Na jó, lövök még egyet. Az mi volt? Láttatok, srácok, a térképen azt a piros pontot? Az megjelent, amikor oda... Hát ezt nem hiszem, ezt komolyan mondom, ezt nem hiszem el. Nem bírok kizumolni, se nem találom azt a piros pontot. És most meg el is tűnt egyből. Na hát, srácok, én kijöttem ebből a bányából szinte most már teljesen. Most bevágok nektek képeket, hogy mások mit találtak, és úristen. Valaki bezárt minket ide. Na ne szórakozzanak. Én ezt az ajtót direkt az előbb kirobbantottam. Most valaki, amíg mi itt bent voltunk, visz ránk zárta ezt az ajtót? Mi a? És ki is robbantottam, hát ez... Nagyon érdekesnek mondanám, még így se enged ki, úgy azt, hogy kirobbantottam az egészet. Hát srácok? Én nem akarok... Nem akarok semmi rosszat feltételezni, de mire be vagyunk most zárva? Úristen, két robbantás eredménye kellett ahhoz, hogy kiussak. Ez nagyon durva volt. Na, srácok, ez lenne ez a titkos bánya. Ez elképesztően durva dolgok voltak ott bent. Én komolyan mondom, hogy még egyszer nem igazán szeretnék bemenni önszántamból. És szerintem ti se tegyétek, most megmutattam mindent. Nagyon-nagyon furcsa hangokat hallottunk. A térképen megjelent egy ellenséget jelző kis valami pirosba, ami fogalmam sincs az, hogy miért volt az, volt a bányába egy ellenség, de végül meggondolta magát, hogy mégsem támadott meg minket, és miután kijöttünk, még ránk is zárták az ajtót, szóval három dolog történt, ami elképesztően furcsa, és hát szerintem ez durva volt. Hogyha tetszett ez a videó, akkor srácok, mindenféleképpen dobjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, itt tudtok engem támogatni, és még több GTA-s részt fogok csinálni, hogyha feliratkoztok. Ezen kívül a leírásba csekkoljátok a menő-menő sajtos termékeket, hogy az utcán is nagyon-nagyon királyak leesetek. A következő videóban találkozunk, legyetek jók, én megyek, és nagyon gyorsan elmenekülök a bányától, és leugratok innen az autómmal. Na sziasztok!